Kapta a Nagy Imre érdemrendet, ugye? 2008-ban, igen, én is azt mondom. 2008-ban, tehát ez most már 2 éve van, és tudna nekem mesélni arról, hogy vajon miért is, tehát az ön 56-os élményeiről, mikor találkozott ön egyáltalán ezzel a 56-os eseménnyel egyetemi évei alatt, hogy hogyan volt ez? Nagy Imrével nem találkoztam soha. De az 56-os eseménnyel. Ja, hát elnézést, akkor mondok egy szerénytelen dolgot, nem találkoztam vele, nyakig benne voltam. Ha 56-ból kell kiindulni, akkor a következőt mondanám. Egyetemista voltam, 56 őszén, 3. éves. Azon a tavaszon és azon a nyáron elég súlyos konfliktusba kerültünk az egyetem, a tanszék vezetésével. Azt követeltük, hogy távolítsák el a tanszék vezetőt, aki egy hozzá nem értő, elég ostoba káder volt. Mondjuk bennünk már akkor volt annyi mersz, hogy követeltük az eltávolítását, tehát a vége az lett, hogy engem távolítottak el, nem a tanszékvezetőt, pontosabban engem le akartak helyezni vidékre, de nem mentem. Tehát elég régen, mondjuk úgy, hogy tulajdonképpen 53-tól kezdve ellenzékinek tekintettem magam. Azelőtt nem, hát többek között azért, mert nagyon fiatal voltam, 34-ben születtem, tehát 54-ben voltam 20 éves, de 53-tól kezdve úgy éreztem, hogy engem személyesen elárultak, becsaptak, ami itt történik, az mi csak nem is hasonlít a szocialista eszmékhöz, tehát ezért ellenzékinek éreztem magam, és hát a részben a bölcsészkaron, részben az írószövetségben, ahova jártam, tehát egészen fiatalon, 17-18 éves koromban jelent meg az első novellám, tehát bejáratos voltam az írószövetségben, mind a két helyen, ha úgy tetszik, 56-os nevelést kaptam. Na most 54-55-től kezdve az egyetemi díszbizottságon dolgoztam, én voltam a kultúrfelelős, különösen politikai elkötelezettséggel nem járt, lényegében irodalmi esteket rendeztem, meglehetősen nagy szabadsággal, azt hiszem, hogy elég nagy pofával is, és az egyetem dékányának, Bóka Lászlónak a segítségével és a támogatásával. A támogatása főleg abban állt, hogyha valahonnét pártkörökből támadtak, akkor megvédett. Tehát úgyis, ha saját magamat kritikusan nézem, úgy is mondhatnám, hogy úsztam az árral, de az ár az jelentette, hogy Nagy Imre, hogy a rendszer reformja, és így érkeztünk el aztán október közepéhez, amikor már elég radikál, Petőfi kör, amit nem is említettem, ott szerepem különösebb szerepen nem volt, de bejártam, viszont a két tanársegéd, aki minket oktatott, az egyik Hegedűs B. András volt, és a másik Pozsár István, Hegedűs B. volt a Petőfi kör egyik alapítója, tehát tőlük is megfelelő radikális nevelést kaptunk. Ráadásul az egyetemnek két lapja volt, volt az Egyetemi Ifjúság című lap, aminek aztán később a szerkesztésében vettem részt, ez volt az egyetem lapja, az ELTE lapja, és mellette az újságíró szakosoknak volt egy külön szakmai gyakorlatszerű lapjuk, a TOL. Azt is szerkesztettem. Nos, hogy akkor mégis 56-ra koncentráljunk, tehát egyik akkor legjobb akkori és azóta is barátom Gömöri György, aki akkor lengyel szakos volt, ő állandóan hallgatta a Varsói Rádiót, és szinte óránként szállította nekünk a híreket, hogy mi történik Varsóba. Tehát ennek is, tehát úgy mondanám, hogy az írószövetségnek, az újságíró társadalomnak és a lengyel történéseknek nagy szerepe volt, hogy abban az irányba mentünk, ahová mentünk. Tulajdonképpen az 56-os 23-ai tüntetés ötlete
Gömöri Györgytől származott. Eredetileg ez a lengyelek melletti rokonszenv tüntetés lett volna, de hát aztán más lett belőle. Nos, ha jól emlékszem, október 20-án vagy 21-én volt a bölcsészkaron egy nagy kari gyűlés, ahol elhatároztuk, akkor azt határoztuk, hogy mi nem szervezünk MEFES mind olyat, hanem egy március 15-e kör nevű, a Petőfi körhöz hasonlító vitakör szervezünk, és ennek lettem én az egyik, négy vezetőségi tagja volt, én voltam az egyik, és hát akkor elhatároztuk, hogy a mi mandátumunkba belefoglaltatik a 23-i tüntetés megszervezése is, és hát a bölcsészkaron Gömöri Györggyel ketten kezdtük szervezni a tüntetést, aztán csatlakoztak hozzánk Vekerli Tamás barátom, aki akkor a jogi karon volt, képzőművészeti főiskolások, stb. Tehát részt vettem a 23. tüntetés szervezésében. Nemrég láttam egy híradó részletet, ahol az ELTE vonul egy hatalmas felirattal, és én éppen előttük vonulok, és a kezemmel itt teszek, ez nem áldó mozdulat volt, és nem is hősies. A következő történt, középiskolás gyerekek biciklivel elénk vágtak, és elkezdtek ott szintén tízesével, 12-esével előttük menni, és akkor én mondtam, hogy gyerekek, húzódjatok félre, és ezt a pillanatot vette fel, bocsánat, ezt a pillanatot vette fel az akkori híradó. Tehát 23-án az igazság az, hogy a következő napok története kicsit összefolyt a fejemben, mert ha jól emlékszem, 4 napig egyáltalán nem aludtam. Egy órát sem. Tehát nem tudok mindenre dátum és óra szerint emlékezni. Annyi mindesre tudok, hogy megszerveztük a tüntetést, elindultunk, eljutottunk a BEM-térig, a BEM-térről átmentünk a parlament elé, akkor már semmi szerepem nem volt, hogy mondjam, a tüntetés szervezői közül senkinek sem volt semmi szerepem, mert akkor több százezer ember volt utcákon, nem volt és nem lehetett mit szervezni. Meghallgattuk Nagy Imre beszédét, akkor jöttek teherautók és mondták, hogy a rádiónál mi történik. Elmentünk a rádióhoz, onnét elmentünk az Írószövetség, mondom, a következő 3-4 napban gyalogoltam a városban, hát mert közlekedés nem volt, és különböző helyszíneken tulajdonképp csak néztem, hogy mi történik, és amikor bementem a bölcsészkarra, ha jól emlékszem, 25-én, akkor ott találtam több kollégámat, Gömöri Györgyöt, Pozsár Istvánt, és akkor szerveződött az Egyetemi Forradalmi Bizottság, amit az előbb említettem, ez nem úgy történt, hogy ott 5000 vagy 500 ember összejött, és valakit megválasztott, de abból indultunk ki, hogy az előző választás valamiféle mandátumot adott nekünk, és akkor elkezdtük szervezni a Forradalmi Bizottság tevékenységét. Pozsár István lett az elnöke, több tagja volt. Az én dolgom már akkor az egyetemi ifjúság szerkesztése volt, ezzel foglalkoztam majdnem a végéig. Még annyi jött közben hozzá, hogy Obersovszki és Gáli Jóska megalapították az Igazság című lapot, de az igazság az, hogy nem volt nekik igazán újságíró tapasztalatuk. Obersovszkinak még valami volt, Gálinak semmi, Gáli dramaturg volt, Lakatos Pista költő, és akkor megkértek, hogy menjek oda, mint harmadéves egyetemista, hogy segítsek a szerkesztésben, és tehát a következő napokat, a forradalom 10 vagy 12 napjából következő hetet úgy töltöttem, hogy részben az egyetemi ifjúságot szerkesztettem és tördeltem. Minden este Gömöri Gyurival a hónuk alá csaptuk a kéziratokat, és elvittük az akkori Szabad Nép szerkesztőségébe, ahol kiszedték és éjszaka kinyomták. Akkor sem sokat aludtam éjszaka, és általában délelőttönként az Igazságnál, délutánonként pedig az egyetemi ifjúságnál voltam, és ugyanakkor hevesen udvaroltam egy akkor megismert lánynak is. Nos, ez így ment egészen
november 3-áig. Hallottunk például, hogy mi történt a köztársaság téren, de nem láttam semmit, annyira be voltam zárva a szerkesztőségekbe, hogy akkor már nem tudtam óránként követni az eseményeket. No, november 2-án vagy 3-án felvetődött az ötlet, hogy rádióadóra is lesz szükségünk. És akkor kitaláltuk, hogy rádióadóhoz többek közt magnetofonra van szükség. Mi úgy tudtuk, hogy Budapesten nem található magnetofon. Azt mondták, hogy Laci, te tudsz németül, telefonálj a bécsi rádiónak, hogy adnak nekünk magnetofont. A válasz igen volt, sőt, aztán még valami erősítőt is ígértek, és november 3-án délután elindultunk, hogy elmegyünk Bécsbe és hazahozzuk a magnetofont. Komáromba rekedtünk, akkor már láttuk a komáromi hídon a szovjet tankokat Csehszlovákiából Magyarország felé jutni. 4-én délelőtt eljutottunk Győrig, ott megint néhány ismerőssel, baráttal találkoztam, akik a Győri Forradalmi Bizottságnál tevékenykedtek, és délután elhatároztuk, hogy folytatjuk az utat a határ felé, nem jutottunk messze, Abdáig jutottunk, Abdán az oroszok megállítottak, kérdezték, hogy kik vagyunk, mondtuk, hogy egyetemisták, és erre elvették az autót. Én rosszul tudtam, de valami tudtam oroszul tiltakozni, kezdtem mondva, hogy az autó az az egyetemi, és nekem azért felelnem kell. Mire letartóztattak, mind a négyünket elvittek Győrbe, bevágtak egy fogdába, és a következő időszakot, tehát november 4-e és november 15-16-a között egy győri fogdában töltöttem. Úgy is lehet mondani, hogy a szovjet csapatok megmentették az életemet, mert hogyha nem bent vagyok, hanem kin vagyok, akkor biztos olyat csináltam volna, ami legalábbis veszélyeztette volna az életemet. És 15-én vagy 16-án a szószoros értelemben kirúgtak a fogdából. Addig sem volt bajunk, nem bértek ránk velünk foglalkozni, hoztak ételt, semmi egyebet olvasni valók nem volt, és aztán még csak a nevünket se kérdezték meg, ahogy bevittek, kitettek minket az utcára. És akkor én telefonáltam Budapestre, és úgy döntöttem, hogy nincs már keresnivalóm, és elindultunk Bécs felé, méghozzá úgy, hogy elmentünk a vasúti sinekig Győrben, és ott lestoppoltunk egy vonatot. Lehetünk vagy 10, integettünk vonat, megállt, felszálltunk, és a másnap hajnalban a Bécsben voltunk. Most neked kérdezem, az egyik az, hogy hát sokat hallottam erről, de itt nem találkoztam még olyan emberrel, akinek ilyen közeli személyes tapasztalat volna arról, hogy az egyetemisták elkezdenek lázadozni az egyetemi élet, az egyetemi oktatás színvonala, az egyetemi helyzet ellen, és akkor, amikor azt látja, hogy ez feldagad, feldúzzad, fegyveres harc lesz belőle, akkor egyrészt ezt hogyan élte át? Ez a kérdésem egyik fele, a másik meg hát későbbi, hogy tehát amikor Győrből kiszabadultak a börtönből, akkor látták már, hogy nincs menekvés, szóval vége a dalnak? Szóval jó, hadd kezdjem a másodikkal. Tehát amikor Győrből kijöttünk a börtönből, akkor Győrben mindenek vége volt. Ugye ez november, mondom, 16-a körül lehetett. Akkor már nem voltak harcok, befejeződtek harcok. Szigeti Attilát elvitték. Nagy Imrék éppen csak a szovjet követségen voltak. Tehát akkor tulajdonképpen a forradalomnak a jelentősebb része már lefutott. Ha úgy tetszik, egy bizonyos fokig ki is maradtam belőle, és nem lebett meg Bécsben a következő 4-5 napban feltűnt az újságíró szak hallgatóinak nagyjából a fele, plusz Gömöri Gyuri és mások, tehát az én környezetem, azt kell mondani, az én környezetemnek több mint 50%-a akkor már elhagyta Magyarországot. Voltak, akik kicsit később, de a bölcsészek körében az emigrások száma elég magas volt, mert hát azért tudtuk, hogy valami, nem tudtuk, hogy mekkora,
de valamiféle felelősségre vonás jár nekem. Na, hadd mondjak el akkor egy történetet, meglátják, hogy beveszik-e vagy sem. Sokkal később, talán a 70-es években, 60-as évek végén, Párizsban egy irodalmi esten, egy magyar irodalmi esten, oda jön hozzám valaki, és bemutatkozik, hogy ő a magyar konzul. Én akkor még magyar diplomatával nem beszéltem, meglepett, mondom, és kérdem, hogy igen. Azt mondja, hogy én pontosan tudom, hogy te ki vagy. Mondom, nagyon megtisztelő. Azt mondja, végignéztem az összes irataidat, mondom, az még megtisztelőbb. És azt mondja, én nem is értem, hogy te miért disszidáltál. Hogy? Azt mondja, hát annak alapján, amit rólad láttam, 4-5 évnél többet nem kaptam volna. Hát ez volt az igazán megtisztelő. Én ezt a 4-5 évet egy kicsit jobban használtam ki, úgy gondolom. Akkor az első... Igen. Tehát, hogy lényegében akkor már látták, hogy nincs remény, nem érdemes folytatni, elbukott a forradalom. Nem volt egészen így, mert a MEFESZ akkor kezdett igazán működni, a Diákszövetség ugye gyakorlatilag december végéig, január elejéig működött, megjelentek lapok, tehát volt egy kialakuló illegális mozgalom, de azt én Győrből nem láthattam át, és hát azért mondjuk meg kell mondani, a legtöbben november végén, december közepén feladták. Tehát én azt mondanám, hogy ha maradok, akkor maximum egy hónapig, talán 6 hétig tehettem volna valamit, és hát az igazság az, hogy akik közvetlen környezetemben tartoztak, Pozsár István, azt hiszem 6 évig ült börtönbe, Pomogács Béla, aki egyik legközelebbi barátomot internálták, hiszen 1,5 évet húzott le internálótáborba, és utána lehetetlenítették az életüket. Na most ezt azért valahol érezni lehetett, és akkora volt a kontraszt, megérkeztünk Bécsbe, és 2 hét múlva már Oxfordban voltunk egyetemi hallgatók, tehát akkora, én nem vágytam életemben soha arra, hogy Oxfordra tanuljak, de ha a dolgok így fordultak, akkor azt hiszem, hogy ez hasznosabb volt nekem is, és talán másnak is, mint hogyha néhány évet börtönbe töltök, és utána mondjuk cipész tanulóként keresem a kenyeremet. A másik kérdés az volt, visszakanyarodva az elejére, igen, hogy hát néhány egyetemista összefog azért, hogy az egyetemi életet megreformálják, igen, és abból egy-két nap múlva utcai harcok lesznek, véres áldozatok, tehát egy olyan forradalom, amire gondolom, hogy nem számítottam. Persze, hogy nem. Eszünk ágába se volt. Szóval, az optimista forgatónkönyv az volt, hogy október 23-a előtt, hogy Gerőt leváltják, Nagy Imre békés körülmények között átveszi a kormányzást, és az egypártrendszeren belül valamiféle demokrácia kialakul. Arra, hogy az oroszok, a Szovjetunió megengedi a több pártrendszert, senki sem számított. Arra, hogy választások lesznek, vagy különösen arra, hogy kiválhatunk a Varsói szerződésből, épeszű ember nem számított, az akkori lehetőségek tágulásával számoltunk. Még most is azt mondom, hogy az ellenkezőt állítja, az vagy őrült, vagy hazudik. Na, válaszolnék egy kérdésre, ami az előbb volt, hogy mi volt számomban a döntő élmény, ha úgy tetszik, mikor jutottam odáig el, hogy szakítok. Ezt pontosan el tudom mondani. Ugye kezdjük azzal, hogy kommunistának soha nem tartottam magam, és nem voltam a párt tagja, a DISZ, tehát az ifjúsági szervezet tagja voltam, de ez különösebb ideológiai kötelezettségekkel nem járt. Én magamat tulajdonképpen annak tartottam, aminek ma is tartom magam, nem szégyellem, mondjuk úgy, hogy liberális szocialistának. Tehát hittem abban, hogy valamiféle társadalmi igazságon alapuló alakzat létrejöhet, amit akkor szocializmusnak hívtak, és ezen belül is azért a józan középút hívének tekintettem magam, de nem szégyeltem és nem szégyellem a szocialista jelzőt. Mikor jöttem rá arra, hogy amíg a Szovjetunió fennáll, vagy amíg Magyarország a szovjet
érdekszférába nem tartozik, addig nem lehet még ilyenfajta szocializmus sem építeni. 1956. november 24-én, tehát valamivel 23-a és 24-re viradó éjszakán a következő történt. Egy most is Budapesten élő barátommal, Ormai Tomival gyalogoltunk, ha jól emlékszem, az Írószövetségből, tehát a Fasorból, akkor Majakovszki Fasornak hívták, jöttünk le lefelé, és a Király utcába, nagyjából a Zenakadémia magasságába láttam orosz tankokat, ott vonultak az orosz tankok, talán a körúton vonulhattak, és időnként lőttek is. És akkor megdöbbentem azon, hogy egy szocialista nagyhatalom, egy szocialista ország ellen tankokat küld, és elkezdtem magamból kikelve üvölteni vagy rikácsolni, és akkor úgy éreztem, hogy mindennek vége. A mindennek vége alatt nem azt értem, hogy a forradalmat eltapossák, mert akkor a forradalom még el se kezdődött, vagy éppen csak elkezdődött, hanem az, hogy mindenféle reménynek vége. A Szovjetunió gyarmattartó hatalom, amivel nincs mit kezdeni. Na most őszintén szólva, abban, hogy a forradalom győzhet, bíztam is, meg nem is. Az volt a véleményem, hogy ha Nagy Imre nem engedi ki a kezeiből a vezetést, tehát megtartja, ő tárgyalóképes lesz, és valamiféle kompromisszumos megoldást el lehet érni. Amikor a több pártrendszert kihirdették, akkor azt mondtam, hogy én elfogadom természetesen a több pártrendszert, de akkor is szocialista pártra fogok szavazni, akkor még az MSZNP mint olyan nem szerepel. Tehát a baloldaliságomon ez semmit sem változtatott. Amikor a Varsói szerződésből való kiválást bejelentette, akkor éppen úton voltam, tehát sokat nem gondolkoztam rajta, de kockázatosnak tartottam, hogy mi motiválta, miért ez nem ehhez a történethez tartozik, de akkor úgy gondoltam, hogy ezt a Szovjetunió nem fogja elfogadni. Tehát az, hogy a Magyarország az érdekszférájából kikerüljön, nem fogja elfogadni, és amikor a Komárium hídon a tankokat láttam, akkor tudtam, hogy ez így van. Tehát az előbb mesélt egy történetet, arra kérem, hogy ismételje meg, hogy végül is mikor történt az, amikor rádöbbent arra, hogy itt egy túlerővel állunk szemben? Tehát én a saját szakításomat október 23-áról 24-ére virradó éjszakára teszem. Ormai Tomi barátommal gyalogoltunk a Király utcában, valószínűleg a Városmajorból, illetve a Városlegedi Fasorból, akkori Majakovszki Fasorból jöttünk, az Írószövetségből, és a Zeneakadémia magasságában először csak hallottam a lánctalpakat, aztán láttam, hogy jönnek az orosz tankok, és lőnek. És akkor ébredtem rá, hogy itt mi történik, hogy a szocialista Szovjetunió rátámad egy másik szocialista országra. Számomra ez jelentette a véget. Nem a forradalom végét, hiszen a forradalom még el se kezdődött, vagy éppen csak elkezdődött, hanem az én illúzióim végét. Köszönöm. Így jó lesz? Így jó lesz, szerintem. Igen. Folytatjuk még. Igen. Tehát tulajdonképpen az életútja odáig tartott az előbb, hogy eljutott Oxfordra, és Oxfordban egyetemista volt. Igen. Az én életutamban olyan sok a szabálytalanság, hogy az egész inkább szabálytalan, de nagyon kanyargó útról van szó. Amikor Oxfordba kerültem, el kell döntenem, hogy milyen szakot végzek. Ott újságírásról, szociológiáról szó se lehetett, mert nem tanítottak ezt, túlságosan nemes volt az egyetem, és a végén aztán orientalisztikában maradtuk, mert Budapesten is Germán Gyulához jártam,
másodszakosként, tehát vallástörténetet és keleti nyelveket tanultam 1957. szeptemberétől 1961-ig, az 1956. decemberétől 57. szeptemberig tartó időszakot arra használtuk ki, hogy jól megtanuljunk angolul, mert a követelmények ugyanazok voltak, mint az angol diákok számára, tehát az, hogy nekem az anyanyelvem nem angol, senkit sem érdekelt. Jellemző, hogy egy évre rá, tehát 58-ban már egy élő nyugati nyelvből kellett vizsgáznom, amikor a számomra a német volt. Tehát németből angolra kellett szövegeket fordítanom, és ott senki sem érdekelt, hogy az én anyanyelvem magyar, és hogy előzőleg Magyarországon éltem. Nos, 61-ben végeztem. Én úgy éreztem, hogy számomra az angol életmód nem felel meg. Három dolgot nem szerettem. Nem szerettem az éghajlatot, nem szerettem a konyhát, és nem szerettem az angol lányokat. Meg kell mondanom, hogy ez még a miniszoknya előtti periódus volt, ezért nem szerettem őket. Akkor még kék harisnyát viseltek. Nos, átkerültem Párizsba, ahol szerettem az éghajlatot, szerettem a konyhát és szerettem a lányokat, és a következő tulajdonképpen 40 évet ott töltöttem el. Mint nagyon sok, minden olyan emigránsnak, aki nem akart a politikából megélni, megtehettem volna például, hogy a Szabad Európához elmegyek állandó státusban újságírónak, vagy valamelyik külföldi laphoz szegődöm. Én úgy döntöttem, hogy nem akarok politikából élni, tehát egy civil szakmát is kellett választanom, és akkor elkezdtem közgazdaságtant és szociológiát tanulni, végül aztán ebből a kettőből, tehát közgazdaságból és szociológiából doktoráltam, és a következő majdnem 40 évet azzal töltöttem, hogy egyrészt kenyeret kerestem, családot alapítottam, hármat is. Úgy értem, hogy három feleségem volt, és három gyerekem van, és főleg piackutatásból, különböző reklám szociológiából, reklámpszichológiai munkákból éltem. Az utolsó 10-15 évben már saját vállalatom volt, egy kis vállalat, tehát önállósodtam, és emellett csináltam azt ingyen és éjszaka, amit fontosnak tartottam, a magyar nyelvet, az irodalmat, a Magyar Műhely című lapot szerkesztettem, ez volt már a második lap az egyetemi ifjúság után, és hát a magam módján politizáltam, a magam módján ott úgy éltem, hogy nem alapítottam pártot, nem voltam semmilyen pártnak tagja. Először a Magyar Diákszövetségben, a MEFESZ-ben, amelyiket miután Magyarországon betiltották, csak külföldön működött. Aztán jóval később, amikor Magyarországon már elkezdődöttek a civil mozgalmak, akkor Párizsban alapítottunk egy magyar politizáló kört Kende Péterrel és Kemény Istvánnal, és azt vezetgettem szintén 10 évig. 95-ben a külügyminisztérium felkínálta az algériai nagykövetséget, és akkor 95-től 2000-ig Algériában éltem, mint magyar diplomata, és 2010-ben költöztem haza, mint francia nyugdíjas. 2010-ben? Hülye vagyok, bocsánat, most vagyunk 2010-ben. 2000-ben, tehát 10 évvel ezelőtt költöztem vissza, akkor már francia nyugdíjjal. Ha megkérdezik Öntől, hogy francia vagy magyar, tehát amikor a tudományos pályáját folytatja, illetve publikál, akkor László, francia vagy magyar? Tehát amikor előadásai vannak, akkor mi szeretnél? Hadd mondjak egy történetet. A nagyobbik fiam
6-7 éves lehetett, és elém állt, és a következő kérdést tette föl nekem. Papa, mi vagyok én? Francia vagy magyar? Keresztény vagy zsidó? Jobb vagy baloldali? Így. És hát úgy gondolom, hogy nekem mind a háromra válaszolnom kell, és azt válaszoltam, hogy nem tudok neked egyértelmű választ adni. Nyilván, hogy mindez lehetsz, és ha felnőtt leszel, magad fogod eldönteni, hogy melyiket választod. Most ez természetesen egy Franciaországban magyar szülőktől született gyerek számára természetes, vagy az lehet. Van például egy Nicolas Sarkozy nevű gyerek, aki egész szép pályát futott be. Számomra, aki Magyarországon születtem, ennyire természetes nem volt, de 1968-ban honosítottak, akkor kaptam meg a francia állampolgárságot. Francia barátaim és a munkatársaim Louis Martinként ismernek, mert a honosításkor egy francia vezetéknevet vettem fel. De tulajdonképpen szóval a kérdés ilyen formában nem izgatott. Én azt hiszem, hogy a különböző identitások nagyon, nagyon szépen összeegyeztethetők, és jellemző, hogy mondom, 40 év alatt egyetlen francia nem akadt, aki ezt a kérdést föltette volna. Még a harmadik francia feleségem sem. Az vagyok, aki vagyok. Az is érdekel, hogy szemmel láthatóan távol akart maradni a politikától, tehát a tudományos pálya jobban izgatta, mint a politikai pálya, és mégis Franciaországba visszatért, és elkezdett foglalkozni a párizsi magyar füzetekkel. Tehát, hogy mégiscsak nem hagyta nyugodni ez a dolog, hogy a magyar történelem, magyar politika, magyar barátok, magyar múlt, szóval ez ne legyen jelen az életében, ha éjszaka is. A magyar füzetekhez nem volt közöm, azon kívül, hogy Kende Péterrel barátok vagyunk, de nem volt közöm. A Magyar Demokrata Klubhoz volt közöm, és néhány más magyar szervezethez, a Magyar Műhely nevű irodalmi laphoz. Megint csak azt tudom válaszolni, hogy én legalábbis nem tudok kibújni a bőrömből. A sorsom úgy alakult, hogy ide is kellett mennem, meg oda is kellett mennem, hogy mindenféle egymással ellentétesnek látszó dolgot össze kellett egyeztetni, de ez nem olyan nagy gond. Egy példát mondok, unokáim már Budapesten születtek, két unokám van, két kislány, mind a kettő teljesen kétnyelvű. Annyira, hogy az anyja az csak magyarul beszél bele, az apja csak franciául, a gyerek egy mondat közepén képes átváltani egy nyelvről a másikra. Azt hiszem, hogy ez csak, hogy mondjam, Magyarországon ez súlyosabb problémának látszik, mint máshol, azért, mert el vagyunk zárva, el voltunk hosszú ideig zárva fizikailag, máig is el vagyunk zárva kulturálisan, el vagyunk zárva nyelvileg, mert sokan nem tudnak semmiféle idegen nyelvet. Nyugat-Európában, vagy a tengeren túl már a kérdés sem nagyon értelik. Pontosan ezért furcsa nekem az, hogy ott él egy francia közegben, francia tudományos pályát fut be, és mégis valahogy fontosnak érzi azt, hogy magyar irodalommal, magyar kultúrával, magyar művészettel, magyar politikával foglalkozzon. Hát mivel foglalkozzak? Nem, hogy mondjam, szóval attól, hogy mit értünk politika alatt, hogyha aktív politikát, az, hogy képviselő akarok lenni, miniszterelnök, mi fene, nem. A politika, mint hatalomgyakorlás nem érdekel. Nekem sokkal jobban tetszik a voyeur szerepe, tehát én inkább csak nézem, hogy mások mit csinálnak, és kommentálom. Lehet, hogy ez a könnyebb. És amióta itthon van, azóta publikál? Hogyne. Hát mondjuk úgy, hogy magyarul 7 könyvem jelent meg, franciául 3, és angolul könyvem nem, de legalább 80-100 publikációm van angol nyelven.
A magyar filmeket megemlítenél? Hát amit én a legfontosabbnak tartom, talán a leghosszabb ideig dolgoztam, az Köszler életrajza. Két és fél évvel ezelőtt jelent meg az a cím, hogy Köszler a lázadó. Köszlert egyébként személyesen is ismertem, nem az indította a könyv megírása, hogy ismertem őt és jártam hozzá, hanem az, hogy kulcsfigurának tartom. Megjelent két esszékötetem, két antológiát, amit szerkesztettem és fordítottam. Furcsa dolog, de egyik legrégebbi, tulajdonképpen gyerekkori barátom volt Mezei András, és mikor egyszer Párizsban látogatott, kaptam tőle egy verseskönyvet, és egy nyári szabadság alatt két hétig egyedül voltam egy Aix-en-Provence melletti házban, és két hét alatt lefordítottam franciára a verseit, hogy megjelent egy saját verseim, nem jelentek meg franciául, már csak azért sem, mert nem írtam őket meg, de Mezei András verseit megírtam franciául. Meglepte, hogy megkapta a Nagy Imre érdemrendet? Hogy meglepette? Természetesen igen. Nem meglepett, hiszen nem tudtam róla. És kellemesen lepett meg azért, mert akik már előttem megkapták, Göncz Árpád, Kosári Domokos, Litván Gyuri, Kende Péter, olyanok, akikre felnézek. Nem, meg kell mondanom, hogy a mai Magyarországon nem sok emberre nézek fel, ők ebbe a kategóriába tartoznak. Éppen ezt akartam kérdezni, hogy hogy érzi magát itthon. Attól függ, hogy hol. Ha Solymáron a dolgozószobámban ülök, a saját házamban, a saját kertemet nézve, akkor köszönöm szépen jól. Hogyha az utcán járok, Budapesten az utcán járok, akkor közömbös, két dolgot nem szeretek, de nem gyakran történik meg. Nem szeretek kutyaszarba lépni, és nem szeretem, ha lezsidóznak. 10 év alatt azt hiszem, hogy talán kétszer történt meg velem, ez még elviselhető mennyiség. Ilyenkor nem érzem magam jól. Köszönöm.